Szia! Ezzel a videóval szeretnénk segítségedre lenni, hogy könnyedén menjen a vizsgajelentkezés. Azonosítóval és jelszóval lép be a Neptunba. A vizsgaidőszak 2019. május 27-től június 29-ig tart. Ebben a fél évben a vizsgajelentkezés kezdete 2019. május 7-e 10 óra. Először ellenőrizd, hogy helyes képzésen állsz. Választ ki a vizsgák, vizsgajelentkezés menüpontot. Ellenőrizd, hogy megfelelő fél éven állsz. Majd választ ki a vizsgát, vizsgaidőpontot. Jelentkezésed ellenőrizheted a vizsgák, felvett vizsgák menüpontban. Egy adott tárgyból a vizsgára fel, illetve lejelentkezni a vizsga kezdete előtt legkésőbb 24 órával van lehetőség. Lejelentkezéshez, illetve vizsgacseréhez használd a vizsgák, felvett vizsgák menüpontot, majd a szürke színű plusz jelre kattintva válaszd a vizsgacsere vagy leadás opciót. Vizsgára jelentkezni csak elméleti tárgyakból tudsz, gyakorlati kurzusok esetén az oktatók a fél év során nyújtott teljesítmény alapján értékelnek. Kételemű tárgyak esetén csak akkor jelentkezhetsz vizsgára az elméleti részből, ha a gyakorlati részt teljesítetted, tehát minimum 25 pontot szereztél, és az rögzítésre került a Neptunban. Emiatt ezekre a tárgyakra később tudsz jelentkezni. Vizsgára ne felejtsd el magaddal vinni valamely fényképes igazolványod, ez lehet a személyigazolványod, az útleveled, jogosítványod vagy a diákigazolványod, hiszen ha nem tudod igazolni a személyazonosságod, nem vehetsz részt a vizsgán. Írásbeli vizsgán pedig ne felejtsd el a dolgozatodra felírni a neved és a Neptun kódod, ezt a Neptun oldalon, a jobb felső sarokban, a neved mellett találod. Amennyiben valamilyen hiba üzenetet látsz, a következő okai lehetnek. Ha nem tudsz vizsgára jelentkezni, ellenőrizd a pénzügyek, befizetések menüpontban, hogy van-e aktív pénzügyi tartozásod. Beírásra került-e a gyakorlati eredményed a tárgyból, mert annak hiányában nem jelentkezhetsz az előadásból szervezett vizsgára. Normál vizsgaidőszakra próbálsz-e jelentkezni, mert az utóvizsga hétre szervezett időpontokra csak abban a jelentkezési időszakban lesz lehetőséged. Ellenőrizd, hány sikertelen vizsgád van a tárgyból, hiszen ha elérted a 6 elégtelent, elhasználtad a vizsga lehetőségeid. Sikertelen a vizsgád, ha a jelentkezés ellenére nem jelensz meg a vizsgán, vagy ha elégtelent kapsz. Amennyiben sikertelen a vizsgád, annak díját saját magad írhatod ki. Válaszd ki a megfelelő tárgyat, rendeld hozzá a díjat, majd a pénzügyek fülön keresztül kiegyenlítheted az összeget. Csak befizetett utóvizsga díj esetén tudsz vizsgára jelentkezni. Ezt kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheted. Erre azért van szükség, hiszen így azonnal láthatóvá válik a befizetésed. Rögtön jelentkezés újabb vizsgára, így biztosan nem felejted el. Ha mulasztott a vizsgát, tehát nem jelentél meg, és nem jelentkeztél le róla minimum 24 órával korábban, csak akkor jelentkezhetsz újabb időpontra normál vizsgaidőszakban, amennyiben annak díját kiírod magadnak, és azt be is fizeted. Ezt két részletben írhatod ki. A pénzügyek befizetés fülön válaszd a szolgáltatás típusánál a mulasztott vizsgadíjat. 10.000 forintos összeget kell látnod. Majd a fizetési jogcímnél ismételt vizsgadíjat válasz, itt 6.000 forint összeget kell látnod, összesen 16.000 forintot kell befizetned. Amennyiben betegség miatt maradtál távol, a vizsgáról és ehhez orvosi igazolásod is van, mentesülsz a mulasztott vizsga költségei alól. Ehhez a vizsgát követő 5 munkanapon belül az ügyintézés, kérvények, vizsgamulasztás igazolása elnevezésű kérvényhez csatold az orvosi igazolást. Utóvizsga hét ideje 2019. július 1-től 6-ig tart. Utóvizsga hétre a jelentkezési időszak 2019. június 24-től július 5-ig tart. Utóvizsga hétre szervezett vizsgára akkor jelentkezhetsz, ha elégtelent szereztél, igazoltan maradtál távol, vagy Erasmus keretein belül külföldön voltál a normál vizsgaidőszak ideje alatt. Utóvizsgát nem tehetsz, ha mulasztott vizsgád miatt nem jelentél meg a normál vizsgaidőszakban megtartott vizsgán. Amennyiben vizsgád az utóvizsga időszakban sem sikerül, a következő fél évek valamelyikében újra lehetőséged lesz felvenni a tárgyat, annak díjának megfizetésével. Sikeres vizsgát kívánunk!